Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak az Aktuál Politikai Kerekasztal nevezeti műsorában. Mai nappal két vendéggel tudok szolgálni. Tőlem balra dr. Pócs Alfréd és jobbra Juhász János Zoltán. Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban. Hát megpróbáljuk mai nap is kicsit átjárni az aktuál politikát. Ugye zajlik az élet Magyarországon, zajlik az élet Európában, meg a világban is, tehát lesz miről beszélgetnünk. Kedves Frédi, te mindig nagyon becsületesen fölkészülsz, hogy én átadnám neked mindjárt elsőként a... Én meg azt mondanám, hogy a 12 év alatt menjenek ki, mert ugye most reklám következik. Ezt szokták bemondani a rádióba, nem értem, hogy miért. Igen, az is mi ketten tervezzük, csatlakoztunk egy törökországi úthoz, és még lenne hely, hogyha valakit érdekelne, nagyon örülnénk neki, hogyha csatlakozna hozzánk. Egy 20 napos út augusztusban lenne, ami fölölelné a teljes szkítai maradványokat, ami Törökország területén található, őseinknek, a szkíta ősünknek, Nimród király hegyét. Ugye azon kívül a szkíta hagyományok mellett egy kicsit egyháztörténeti dolgokat is megnéznénk, hiszen a Vantó környéke, Jézus idejébe visszamenni, vagy még régebbi időkben, Szent Péter barlangjától kezdve minden szerepel benne, ami fontos. Úgyhogy megkérnék mindenkit, hogy aki szeretne velünk jönni, még van egy-két hely, az jelentkezzen, és akkor ez egy 20 nap, augusztus 20-21-22-én indulna. Még egy dolgot szeretnék beszélni, felhívni a figyelmet, hiszen nem soká jön Csíksomlyói Boldogasszonynak a napja, hogy azt is kérek mindenkit, hogyha teheti, menjen el. Én minden évben járok már 20 éve, van egy kis csapatunk, most is egy olyan 50-54 fővel indulunk busszal. Ha valakit érdekel, ott is szívesen vesszük a jelentkezését, és jöhet velünk együtt a Csíksomlyóra is. Köszönöm, ennyi volt. Én a Törökország, hogy már felvetetted a Törökország utat, azért aki még nem volt Törökországban, ez azért egy életre szóló tapasztalat a török néppel való találkozni, mert ez a nép minket nagyon szeret. És ez az ember csak akkor tudja tudomásul venni, hogyha kiment Törökországban, mert tényleg az a nép minket testvérként kezel minket, úgyhogy én mikor Törökországban voltam, ez egy hallatlan élmény volt, mert nem csak az, hogy magyarul szólítják meg az embert a bazárban, ez egy dolog, de a hétköznapi ember és egy olyan kedvességgel, olyan barátsággal közelített, és mindenki hangsúlyozta folyamatosan a testvéri közös múltat, a hun múltat. Tehát ez magában egy élményt jelent, hogyha valaki ezt megtapasztalja. Én mindig viseletbe megyek, süvegemmel mindennel, és Közép-Ázsiát is már bejártam. De minden második ember oda jött hozzánk, és foglalkozott velünk, beszélgetett. Tehát ez úgy kell menni majd viseletbe, ha lehet. Igen, ez egy óriási élmény. Akkor biztos, hogy nagyon megszólítjuk őket. Hát akkor beszéljünk talán először Magyarországról. Ugye Magyarországon most pillanatnyilag az a téma, ami minden médiából ránk zúdul, az a Magyar Péter kérdése. Hát nem tudom, kinek van ehhez hozzászólni valója. Én a Magyar Péterrel kapcsolatban megnéztem most egy nagyon rövid kis felvételt, ahol valaki megkérdezi tőle, egy civil ember, hogy mi van az alkotmányunkkal, mi van az a jogfolytonossággal. És ugye itt jönnek elő azok a dolgok, ahol Péter elárulja magát. Ő azt mondta, hogy ez az alkotmány, ez az alaptörvény, ami most van, ez tökéletes, ez csak jó kell tudni alkalmazni, hogy ebben mi, ez csak azért nem volt jó, mert rossz emberek ültek a lovon. Hát én ezt sajnos egészen másképp látom. Mert ez a mostani politikai rendszer egy olyan szisztémában van fölépítve, ahol nyitva vannak a kapuk a mindenkori mafiának, a korrupt rendszereknek. Ha nem állítunk föl egy olyan társadalmi berendezkedés, ami minden szinten ezeket az elemeket kizárja a politikából, akkor sose lesz itt változás. Attól, hogy ő átvesz egy olyan rendszert, ami pontosan lehetővé tette az olyan embereknek a politikumba jutását, mint Gyurcsány, mint Orbán, meg lehetne a kutyapárttól kezdve az egész társulatot. Hát ebből is lehet látni, hogy ez a rendszer eszméletlen hibákat tartalmaz magában, mert beengedi ezeket az elemeket a országvezetésbe. Hát pontosan egy olyan rendszerre lenne szükség, ahol ilyen emberek nem tudnának bejutni a politikába. Csak a becsületes, tisztességes emberek. Tehát ezek azok a dolgok, ami nagyon elárulja, hogy a Péter gyakorlatilag ugyanazt fogja követni, mint az itteniek. Nem beszélve arról például, hogy egy szót nem beszélt
a WHO-hoz való csatlakozásról, pedig az a magyarság életének a kérdése, vagy kinyírnak minket ilyen mindenféle mérges oltásokkal, vagy nem. Tehát ami az életünknek a sarokköve, azokkal nem foglalkozik. Nem, egy szót nem beszélt a Chemtrailről, hogy meg kéne szüntetni ezt az egész országnak a mérgezését. Föl lehetne sorolni egy csomó dolgot. Így van. Miért kell Magyarországra behozni 100 000 kínai puskás, vagy pisztolyjal, fegyver, vagy 40, mindegy, az már majdnem, hogy részletkérdése. De ezekről is volt egy pár kínaiakkal kapcsolatban, volt egy pár gondolatot. Erre majd vissza is térünk. Térünk mindjárt. Akkor parancsolj, mondjál. Először én a Péterhez szeretnék hozzászólni még tessék, egy kicsit. Tessék, parancsolja. Hát én szombaton mély depresszióba estem, megmondom őszintén, miután kilátogattam, mert kimentem, kedvesem rábeszélt, hogy ő nem látott ilyen tüntetést, és kimentünk a Kossuth térre. Pont akkor értünk oda, amikor nagyjából a Péter kezdte a mondandóját. Oda közeledtünk a színpad hátuljához, mert ott volt egy kis rés, és ahogy mentünk, közeledtünk, én jobbra-balra tekintgettem, nézegettem az emberek arcát, akik ott vannak. És hát nagyon elkeserítő volt az a hogy is mondjam, amit ott tapasztaltam, a nyugdíjasok, aztán ezek a fiatalok is. És akkor elkezdett ott valaki hújogni, egy kis kórus, nyugdíjas kórus, asszonkák felálltak, és akkor hújogtak, hogy nem félünk, nem félünk. Mindenféle következmény nélkül, tehát tudod, egyszerűen nem itt kellene kiabálnia, hogy nem félünk, hanem valahol máshol megtenni azokat a dolgokat, amiket a magyar Péter sosem fog megtenni, amit csak mi tudunk megtenni. De minden esetre lógott a levegőben a vezér, a csodavárás, a megváltó, a messiás megérkezett, és akkor ez a tömeg, és tényleg voltak vagy 200 000, az úgy rásütötte nagy részt, mert azért sok ilyen érdeklődő is volt. Én 10 percnél tovább nem bírtam Pétert hallgatni, azt az üres frázisokat, azt a locsogást, amit ő ott előadott a színpadon, ezt én sem bírtam magát. Tehát nem mond semmi programot, van semmi komolyan. Van két felvétel egymás mellettéve, a Orbánnak a beszédei mondjuk 10-15 évvel ezelőtt és az övét, szinte mondatról mondatra ugyanazokat a frázisokat lökje le. Hát abban a csapatban nevelkedett, hát volt kitől tanuljon. De megmosolyogtam azt, hogy az elemzők szerint és az emberek szerint, és ugye hát most az Európai Uniós választás közeledik, és ez a Péter most pártot alakít. Miért alakít pártot? És már hogy vannak ezek a jóslók, ezek akik a közvéleményt elemzik, ezek a közvéleménykutatók már akár 4 helyet is megígérnek, vagy belelátnak Magyar Péterbe az Európai Uniós választásokon. Szóval akkor nem vesszük észre, hogy ez a jó ember itt most kampányol, emeli magát, és egyébként ki akar menni Brüsszelbe. Ne szereked magyarság. Kijelentette nem, hogy Magyarországon akar menni, nem akar kimenni Brüsszelbe. De nincs 4 ember, akit odaállítson maga mellé, könyörgöm, tehát nincs egyetlen. És a legszomorúbb ez valóban, hogy nincs programja. Semmi érdemihez nem szól hozzá, és az a hát elnézést a jelzőjét, az a bárgyú birka tömeg ott élteti azt az embert, aki egyébként semmit nem húz elő a varázskalapból. Semmit. Semmit. Az üres szólamokon kívül. Nekem meggyőződésem, hogy ez a Fidesznek egy ilyen előre tolt bábúja, aki azt a célt szolgálja, hogy a Fidesz át tudja menteni azt a összerablott vagyont, amit összeharácsolt Magyarországon. Ez a konspiráció a részünkről, mert sosem fogjuk tudni bebizonyítani, de ha meggondolod, tegnap megszólalt Gyurcsány is az ügyben, mert most már mutatják, hogy a Gyurcsány szavazóit veszi el. A torockai pártját is morzsolja, koptatja ez. Elméletileg a medián, vagy ezek a kutatók szerint pont a Fidesz táborát nem morzsolja, mert azokról lepereg. Szóval könnyen lehet, hogy ez mögött valami sokkal ügyesebb gondolat. És aki jelentett, hogy csak a Fidesz-szel tudja elképzelni az együttműködés, senki mással. Igen, így van, így van. Hát pont szóval, egy olyan pártal, aki bizonyította az utolsó pár, hogy teljesen mafia módon dolgozik, és teljesen korrupt. Kedves barátaim, tessék tudomásul venni, hogy azokat a munkákat, amiket nekünk kell elvégezni, a magyar gazdaság megtartását, a magyar szakralitás, a magyar kultúrát, a magyar identitásnak a megőrzésében nem fog semmilyen politikus élen járni. Azt nekünk kell ezt a munkát elvégezni a mindennapokban. Ehhez számtalan
közösségünk szerveződik, épül. Tessék részt venni benne, mert azt a munkát, amit kedves néző, önnek is el kell végezni, azt nem fogja elvégezni senki más. Én hozzászólnék még egy kicsit. Mikor elindult, egy kicsit az jutott eszembe, 1956. 1956-ban, mikor kirobbant a függetlenségi harc, nem is nevezném forradalomnak, mert nem szabad forradalomnak mondani, akkor aznap kinyitották a fegyver raktárokat, elmentek a katonák, és az emberek hozzájuthattak minden akadály nélkül a fegyverekhez. Tehát meg volt szervezve, és ők már egy konkrét tervbe jöttek. Ez mindig bennem van, és ha egy ilyet, mint Magyar Pétert is hallok, mindig egy picit arra gondolok, hogy vajon mi áll mögötte, hogy küldték ide. Amit pozitívnak értékelek, az, hogy meg tud mozdítani 200 ezer embert. És én már azt hittem, hogy ezekből az emberekből senki nem fog kimenni, senki nem fog mit csinálni, tehát ez nem baj, ha pörög, de valahogy majd még várunk, meglátjuk, tudunk esetleg közösen valamit elérni, még arra is kell számolni, hogy lehet, hogy együtt lehet működni. Meglátjuk, hogy mi ez, hogy alakul. Nyilván ő a mi vonalunkat, tehát a magyarságnak az igazi vonalát, a Szent Korona országának a megvalósítását ilyenekről nem tárgyal, de nincs más jogrend, ha jogilag akarom megváltoztatni ezt a társadalmat, csak a Szent Korona jogrend, amivel ki lehet lépni a világból, a NATO-ból, mindenből ki lehet lépni. Amit mondtál, a WHO nagyon fontos, most is fölhívjuk a figyelmet arra, hogy úgy tűnik, hogy most Afrikán, meg mondjuk Dél-Amerikán kívül az ellenállás nem nagyon nő sehol. Tehát nem nagyon halljuk, hogy nagyon negálnák a WHO-t, és ha megkapja ezt májusba, akkor itt bekövetkezhet a tragédia, hogy egyik napról a másikra megint lezárás, kötelező oltás, stb. Ellátás, az emberek halálozása fokozódik, szóval nagyon oda kellene figyelni erre is. Ami még vele kapcsolatban, az nekem föltűnt, hogy volt egy olyan kijelentése, hogy szorosabbá akarja tenni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való kapcsolatát. Na most akkor gondoljunk bele, a NATO pillanatnyilag az, meg maga az Európai Unió is, ami teljesen egy harci őrületbe tartja az európai népeket, másról se beszélnek, se Németországban, se Franciaországban, mint arra, hogy kell fölkészülni egy háborúra. Majd az embereket arra szoktatják rá, hogy igen, vizet tároljanak a lakásukba, meg előre táplálékot vegyenek, hogy föl legyenek készülve a háborúra. Tehát neki az a fontos, hogy egy olyan Európai Uniós alakhoz szorosabbá válni, amelyek, hogyha elindítják a támadás Oroszországgal ellen, akkor a magyar katonaságot ebbe bele fogják sodorni. Hát ez teljesen erről szól akkor a mese? Hát jó biznisz, és akkor itt most tényleg térjünk rá egy... Mert hogy döbbenetes, és itt látszik a szavak mögött, hogy kicsoda ez a Magyar Péter, de akkor a háborút, ha szóba hoztad, én a múlt héten olvastam, hogy, és tettük ki a Nexus klubban is ezt a cikket, hogy mely szerint hivatalosan bejegyezték, hogy Várpalotán letették az alapkövét a magyarországi lőszergyárnak. 130 mm-es lőszereket fognak gyártani nagy mennyiségben. Hát a magyar állam engedélyével nagyon elhomályosult az a rész, hogy ez kinek a beruházása, ugye ezt nem nagyon pontosan tudjuk, de ezt ígérem, hogy itt a barátaimmal a következő hetekben ki fogjuk nyomozni és mögé nézünk, mert hát, hogy Magyarország beszálljon a fegyverbizniszbe, az megint csak nem a magyar lakosság életszínvonalának a növekedését fogja szorgalmazni, hanem megint egy kiválasztott kör tölti meg a zsebét, vagy a kapzsisága vezeti arra. Az egyik elemzőtől hallottam, a katonai elemzőtől valamelyik youtuber beszélgetésében, hogy az ukrán háború előtt 800 dollár volt egy ilyen lőszer, aztán, hogy kitört a háború, elindult az ukrán-orosz háború, akkor 800 dollárról 2000 dollárra emelkedett, ugyanannak a lőszernek, ennek a 130 mm-esnek az ára, ma már viszont 8000 dollár. Na, hogy akkor erre itt Magyarországon is egy gyárat kell alapítani, és azért Várpalotán, mert ott már volt régebbi időkben. De emberek, belegondolunk abba, hogy akkor mi bemegyünk egy olyan gyárba dolgozni, mert jó fizetést adnak, ahol a terméket emberi életek kioltására használják, és mi részt veszünk ebben jó szívvel?
Én egyszerűen ettől teljesen le vagyok taglózva, hogy Magyarországon ez előfordulhat, mert rendben van, kellene katonaság, és nem ilyen, mint amilyen van, hanem valóban kellene egy magyar kvázi néphadsereg, amely tényleg a hazát szolgálja, és mert a mai hadseregünk, vagy a mai katonaság, az profi, zsoldos sereg. Nincs magyar identitása a magyar katonának, ő fizetésért áll bedolgozni, 700 ezer forint, láttam a behív, vagy a toborzókon. Gyere katonának 700 ezer forint minimum, aztán már eléléptetnek még több. Hát az, hogy egyébként te, hogy mit jelent magyarnak lenni, azt nem kérdezik meg tőle. És akkor elküldik majd Afganisztánba, hova? Koszovóba, ami a szerb népléleknek ugyanaz az ország rész, Szerbiának, mint nekünk, Erdély. És akkor mi magyarok megyünk el Koszovóba, békefenntartónak azért, hogy a szerbeket továbbra is távol tartsuk a saját szülőföldjüktől? Ilyen katonaságunk van. És akkor most nekiállunk fegyvert gyártani. Kedves nézőket is biztatom, hogy segítsenek utána nézni, hogy kik a tulajdonosai ennek a az üzemnek. Még beleépítheted még a kínai rendőröknek a behozatalát. Mert aztán, hogyha magyarok nem mennének el oda mégse dolgozni, majd hoznak Kínába, igaz? Hát kis kínaiak, azok szeretnek ott dolgozni. Frédivel beszélgetünk, Alfréddal beszélgetünk itt a felvétel előtt, és mondja, hogy a tervezett kínai létszám, amit Magyarországra be akarnak engedni, 500 ezer. Igen. Vendégmunkás. Vendégmunkásként. Ugye Szegeden már építik, és kínaiak maguknak építik a saját lakópartjukat, a színházukat, a mozikat, a minden kultúra, éttermeket, mindenféle, nem, maguknak építik. Debrecenben is. Nem a magyar építőipari vállalkozók építik meg. Ez csak egy ilyen persze kicsi szösz. Miért kell ide nekünk több százezer kínai? Miért? Ez Magyarország, nem? Hát, azt és kell akkor, látni, hogy semmi hasznunk nincs az akkumulátorgyárakból, vagy semmiféle gyárakból. Hát, ez teljesen ő bizniszük. Egy forint haszon nincs benne. Nincs munkahelyünk. Viszik az ivóvízünket, tönkreteszik a termőtalajunkat, a földet kiviszik, amit létezik, szennyezik a levegőt, szennyezik a vizet. Például most legutóbb Komáromi akkumulátorgyárban hidrogén cianid került a levegőbe. Hidrogén cianid, és 8-10 embert be kellett vinni a kórházba. Most ez mindennapos lehet az akkumulátorgyároknál, ez kikerül az akkumulátorgyáron kívül is. A talajt elviszik, a talajvizet tönkreteszik. Ez Magyarország tönkretétele. Na kedveseim, és hol van az a 200 ezer ember, aki ott a Magyar Péter üres szólamaira kiment a Kossuth térre ehhez a témához, ezekhez a témához? Hol van az a 200 ezer ember? Igen. Magyar Péter azt is mondta, hogy az Európai Unióhoz sokkal szorosabban akar csatlakozni. Most nem tudom, hogy valaki belegondolt abba, hogy mi vár az Európai Unióra. Ugye Amerika azért gerjesztette ezt az ukrán háborút, hogy ennek a segítségével egyrészt Európát tönkretegye gazdaságilag. Ezen belül is Németországot mindenki. Németországot teljesen panorra, mert belevitte, beleerőszakolt a Németországot a szankcióba, de többi nyugati országot is. Tehát ezek az országok teljesen gazdaságilag tönkre mennek. Beleerőszakolt a nyugati Európába, hogy fölvegyék ezt a rengeteg külföldi muszlimot, meg afgán, Szíria, stb. Miért jönnek ide az emberek? Amerika ezeket az országokat mind lebombázta. Tehát teljesen tönkretette ezeknek a szerencsétletnek az életkörülményeinek a megvalósulását. Tehát ide jönnek. Tehát itt létrejön egy moszlim-keresztény olyan kevert társadalom, amely két vallás nem kompatibilis egymáshoz. Tehát ez egyáltalán ez egy őrültség ezt összekeverni, sose fog ez működni. Tehát előbb-utóbb kisebb-nagyobb polgárháborúk, vagy az országnak a tönkretétele fog történni. Következő dolog az, hogy azáltal, hogy a szankciókat Németország főképpen sújtja Oroszországot. Mi lett ennek a következménye? Oroszország lecsatolódik Nyugat-Európától, megkeresi délfelé, meg kelet felé az eladási lehetőséget, kiépítette már Kína felé, India felé azokat a gázvezetékeket, meg olajszállítási csőrendszereket, amivel gyakorlatilag fölöslegessé vált számára Európa, mert idáig Európához nekik szüksége volt, hisz ide adta el a anyagait. Most még drágában tudja eladni a keleti országokban ezeket a szénhidrát hordozó alapanyagokat, tehát ő neki most már a közeljövőben Európára egyáltalán nem lett szüksége. A GDP-je a legnagyobb emelkedése Európa, meg se, egyik se közelíti meg Európába egyetlen egy ország. Most ezáltal Nyugat-Európa elveszti az olcsó gáz és olaj hozzáférés lehetőségét. Ez Nyugat-Európának a teljes mértékű tönkretételét fogja okozni. Már most megjelentek Németországban azok a
nagyon szép ruhában található öreg nénikék, akik könyörögnek, hogy adjunk nekik egy flaskót, hogy be tudják szolgáltatni, hogy azért kapjanak egy pár fenéget. Tehát most már kukázni kezd a német társadalom. Ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog Németországról, de van jó néhány riport, amit végighallgattam, erről számolnak be, kukázni kezdenek a németek. Tehát őrület, hogy mi zajlik Európában, és ehhez akar hozzá, Magyar Péter szorosabban kapcsolódni? Igen, tehát van egy támadás a fehérfaj ellen, az európai fehérfaj ellen, ezen belül meg különösen van egy erős támadás a magyarsággal szemben. Mindig is volt. Mindig is volt, hát mondjuk az elmúlt 907 a pozsonyi csata óta. Igen, akkor először szembenészünk azzal, hogy hát minket itt ki akarnak radírozni. De térjünk csak vissza egy kicsit ezekre a kínaiakra, mert a korábban, ami volt, hogy szivárogtak be kínai kiskereskedők, olcsó kínai piac, olcsó, jól van, talán rendben van, és ne firtassuk, hogy ez a kínai hogy jött el Kínából, mert lehet, hogy amiket hallunk, hogy mi van Kínában, vagy hogy milyen hát érdekesen fűzik ezt a gazdaságot, meg ezt a politikát ott belül, hát elmenekülnek egy páran, akkor itt vannak. De hát azért álljon meg a menet, hát legyen egy-két kínai étterem, egy-két kínai bolt, rendben van, és ha mi, megint csak kedves, drága magyar testvéreim, ha mi tömegesen a kínai boltba hordjuk a pénzt, felmentve magunkat, hogy nem tellik jobbra, de a kínainál olcsón megveszünk, áfa nélkül. Mióta kínai árut hoznak be, minden alkalommal volt diszkrimináció a magyar áram részéről, hogy a kínai vámmentesen hozta be az árut, meg volt, hogy mennyi mennyiséget, tripla annyit, tehát az egész kormány... Nem volt bekötve a naphoz a pénztárgépük, nem tudom, hogy most már ez van, mint ha hallottam volna, lehet, hogy még most nem volt bekötve. A másik meg, hogy ha... Nem kellett alkalmazni, bejelenteni az alkalmazottait, amikor már be kellett volna, akkor megszüntette a céget, új céget alapított megint, és nem fizetett adót. Oké. Nem alkalmazott magyar. De kedves testvéreim, mi járunk oda, mi költjük náluk a pénzünket, mi tartjuk őket életben. Mert ha mi nem náluk vásárolunk, hanem mondjuk magyar boltokba, kész, vége. Akkor, tehát ha nem éltetjük a parazita rendszert, akkor a parazita elpusztul. De hát ezt azért tényleg tudatosan kellene megértenünk, és nem azért, mert diszkrimináljuk őket. Na de most változott azért nagyot a dolog, mert most nem csak, hogy itt vannak ezek a kis kínai kereskedők, hanem megjöttek a nagy kínai befektetők. Egyébként csak úgy zárójelben majd kíváncsi vagyok, hogy a nézők reagálnak-e rá ezt a lőszergyárat, és lehet, hogy kínai hitelből építjük ám. Tehát itt vannak ezek a nagy kínai befektetők, akkumulátorgyár, ilyen gyár, gumigyár, olyan gyár, lényeg az, hogy környezetszennyező, és hogyha mi már nem sokat kérnénk ott a munkabérünkért, mert azért mi hát képzett fehérek vagyunk, európaiak, akkor ők hozzák a maguk kis olcsó kínaiát. És építik fel nekik a városrészeket Debrecenbe, Szegeden, meg ki tudja hol, valószínűleg a többi helyeken is. Vagy hozzák az afgánokat, vagy nem tudom kiket, ugye, mint a Magyar Nemzeti Parkba Várpalotán a szállodában életszerűen indiaiak laknak. Mindezt Bajor Zsolt, Bájer Zsolt, igen. Tehát egyébként Bajor, ugyanúgy, mint a kis emlékezetünkben. 907-ben jöttek minket meglátogatni. Azok, igen. Különben az akkugyárakkal kapcsolatban én nagyon gyakran nézem a németországi alternatív médiákat, és ott leírják azt, hogy azok az autógyárak, akik most már lassacskán átléptek az elektromos autógyártásra, azoknak annyira lecsökkent a vásárlók oldaláról az igény az elektromos autók után, hogy kénytelenek vannak átrendezni már a termelést, mert nem érik nekik meg az elektromos autó gyártása. Nincs rá igény az emberek oldaláról. Most Magyarországot teletomták akkumulátorgyár. Kinek fogjuk termelni? Egyébként is zsákutca az elektromos autó, ezt most már kezdik felismerni, sorba járnék be nyugati. Hát képzeld, hogy minden megyében van a katasztrófa védelemnek elektromos autó oltó berendezésű autója. A benzineshez meg a dízeleshez nem kellettek ilyeneket csatasorba állítani. Tehát látszik, hogy zsákutca,
és az angyal autógyárak be is jelentették valóban, hogy ők nem kívánják 30 vasem. Nem csak azért, csak egy mondatban, tehát azért zsákutca, mert energetikailag föntartani sok elektromos autót egy országnak kivitelezhetetlen, mert tölteni kell. Neki nincs energiája, hogy töltse. Németországban kiszámolták, hogy pár millió elektromos autó, és vége a gazdaság, és nem tudják kezelni. És erre a zsákutca üzletre alakul rá a magyar gazdaság. És nem beszélve annak a károsító hatásra, te beleülsz egy elektromos autóba, egy olyan elektromágneses térbe ülsz bele, hogy bucsosz. Két nagy bőrönnyi akkumulátor, az egész fémrendszer, tehát ami van, megtartja az elektromosságot. Voltak olyan írások, amik kimutatták, hogyha egy csecsemőt teszek gyerekülést, vagyis a kis elfekvőbe, ha ráteszem közvetlenül az ülés aljára, ami az akkumulátor fölött van, komoly károsodásokat okoz a gyerekek. Rengeteg infarktus jelentkezik azoknál az embereknek, akik beülnek az elektromos autóba. Igen, igen. És mindehhez az állam most kampányszerűen támogatást ad a cégvezetőknek, hogy cégeknek, hogy elektromos autót vegyen. Vajon miből adja azt a támogatást? A mi adóforintjainkból. Oké, na térjünk vissza rá. Tehát ez egy halott üzlet, eleve, ezt jósolni lehet. De viszont elviszik a termőföldjeinket, illetve ami meg imparad, azt meg tönkreteszik, megfertőzik. És a német, vagy a magyar Péter, magyar Péter barátunk ezügyben sem fog egy szalmaszálat sem keresztbe tenni, azért azt lássuk be, azt úgy tartsuk fenn magunknak, vagy majd, hát szeretném, hát, hogyha valaki szoros kapcsolatot az Európai Unióhoz, az azt jelenti, hogy le akar nekik feküdni. Mert mást ez a szoros kapcsolat nem jelent. Na most, és akkor, ami a megint csak vérlázító, és most egyébként sorba jönnek ezek a dolgok, hogy akkor kiderül, hogy a Pintér Sándor barátunk, meg az Orbán Viktor beerősíti a magyar rendvédelmi szerveket kínaiakkal. Igen. Na most ne felejtsük el, hogyha bejön 40 ezer rendőr. 40 ezer kínai. 40 ezer rendőr. Kezdenek. 40 ezer rendőr. Rendőr. Na most ez annyit jelent, hogy ez papíron rendőr. Valójában bejön 10 ezer titkos szolgálati személy, amit te is említesz, hogy a kínaiak ezt arra használták, hogy ellenőrizzék, elvigyék, kivigyék Kínába, visszavigyék ezeket az embereket. Tehát ez a rendőr, ez egy álca tulajdonképpen, hogy bejön 40 ezer. Bejön 10 ezer olyan katona, aminek olyan fegyverei vannak, hogy a magyar hadsereget föl tudná számolni. Na most ez olyan politikai okok miatt jött be, ezen gondolkozok, tehát nyilván Orbán Viktor mindenkit beengedett. Tehát itt van az amerikai titkosszolgálat, orosz titkosszolgálat, izraeli titkosszolgálat. Hát azok jönnek, akkor is igen, engedik. Most az izraeli titkosszolgálat, meg az izraeli túlsúly, hogy szabad, külön légikikötő van, annyi izraeli jön be, amennyit akarunk, tehát amit ők akarnak. Valószínű lehet egy konfliktus is Orbán is ezek között, és ő a saját biztonsága érdekébe hozta be ezeket a kínaiakat. Még ilyen is elképzelhető, nem tudhatjuk, hogy pontosan mi van. A kínaiak, ahol megjelennek, ott valami hatalmi válság van, és azt súlyozzák vele, jó? Itt nagyon fontos, hogy szeretnék hozzátenni, tegnap láttam egy a Fekete Ritának egy beszélgetését a témában, igen, és ott Hosszú Andreát is megkérdezte, és szeretném is bejelenteni, hamarosan a Hun Televízió vendége is lesz a dr. Hosszú Andrea, és innét is jó kívánságainkat üzenjük neki. És ő telibe talált én szerintem ezt a kínai rendőr kérdést, mert hogy ha ez a hatalom, ami itt van az országban, gyengül, ugyanakkor látja azt, hogy Kínában milyen vaskézzel tudják megtartani a politikai diktatúrát, akkor beengedik, hogy segítsenek, hogy ellessék tőlük a csíziót, hogy teszik ezt otthon Kínában, tehát kvázi szakértőként jön be ez a 40 ezer rendvédelmi, vagy rendőr, kínai rendőr, és hát milyen dolog ez, hogy kiszolgáltatjuk az itt élő kínaiakat nekik. A szuverenitásunk, és ez a kormány mondja... Azokat a kínaiakat, akik elmenekültek Kínából politikai okoknál fogva, azokat tányéron kínáljuk fel a kínai rendőrségnek, így van, szépen hazacipeljek és esetleg megöljék őket. Így van. Biztos, hogy nézik határon túlról is ezeket a felvételeket, mert tudom, a Hun TV-t is, mint ahogy a Nexus TV-t is, nagyon sokan nézik a világ 4-5 kontinenséről,
De most képzeljük el, kedves magyar testvérek, hogyha mit tudom én, a magyar titkos rendőrség kimenne Kanadába, és ott összeszedné az ott élő magyarokat, akik politikai menekültként mentek ki. Szóval, és ez a kormány meri a szájára venni a szuverenitást, mint fogalmat, és ezzel és kampányol és a nemzeti? Nemzeti szuverenitás. Ugyan kérem. Mi a megoldás? Tudom. Magyarországnak van egy megoldása. Ha már mindenképpen valakit be akarunk hozni az országba, akkor az ujgur testvérekre kéne gondolnunk. Kínában 5 millió ujgur testvér tartanak koncentrációs táborokba. Testüket átvennék őket. Átvennék őket. Nekik is jó lenne, mert úgyis meg akarnak tőlük szabadulni, mi viszont örömmel tudnánk őket fogadni. Szívvel, lélekkel jönnének, szívvel, lélekkel válnának magyarrá, érzik a tudatukba, benne van az énjükbe, a testükbe, a lelkükbe, a magyarság tudat, a szkíta tudat, a hun tudat, a régi tudat, ami benne volt, amikor még együtt volt a nagy ujgur birodalom, mikor 800 körül, ugye 100 évig élt az ujgur birodalom, csodálatos volt. A Mongólia például az írását, mindent, aki az ujguroktól vett át. Hát írás tudott réteg, egész Mongólia, mongoli birodalomban azok de, az de hogy hívják, kínaiak is vettek át a ujguroktól rengeteg tudást, hiszen az ujgur kitűnő művészeti emberek voltak. A festményeik, a szöveteik, amik megmaradtak, minden csodálatos, szebbek, mint a kínaiak, tehát ami megmaradt abban az időben. Nekik is óriási tehát, arany és olajkincseik. Tehát nekik ezen a megoldás. Jó, majd ezen beszélgetünk. 5000 tonna aranyat visznek ki ujgur területről a kínak minden évben. Mert rengeteg más nagyon... Mi mikor jártunk Ujgúriába, akkor láttunk rengeteg bányát. Tehát tele volt, ahogy mentünk az út mellett, bányáztak a halmokból le, tehát érceket bányáztak mindent. Tehát ők maximálisan kihasználják. Ujgur főváros, ami szintiszta ujgurokból állt. Még valamikor, még mondjuk 50 előtt, 95% kínai. Nagyon jól mondott. 95% kínai. Naponta tehát 15 ezt elérni? Ebben a városban naponta 15 ezer kínait hoznak. Ezt úgy tudják elérni, hogy építenek új házakat, új lakásokat, mindent, és annak fölmegy az ára, nem tudják megfizetni, és a fölviszik az élelem árát, mindent fölviszik, és így kiüldözik onnan a helybeli lakosságot, és ki kell menni nekik vidékre. Nincsenek egységesen, nincsenek így meg. Igen, tehát nekünk gondoljunk rá, a genetika 2000-ben bebizonyította, hogy a legközelebbi rokonaink genetikailag az ujgurok. Jó, akkor... Ezáltal nyilván föl lehetne erősíteni Magyarországot, nyilván nem, ez nem egy cél a mai politikumban, hogy Magyarország erős legyen. Tehát inkább 500 ezer ujgur, mint 500 ezer kínai. Igen. Ugye? Igen. Sokkal inkább 500 ezer ujgur. Benne van a tudatukban, tehát nem egy politikai hatalomnak képzelik magukat. Hanem... És egy másik gondolat, a kínaiak azok úgy viselkednek az ujgurokhoz, mint a legnagyobb ellenség. Ez gyakorlatilag intenzíven ölik őket. Táborokban felhasználják a szerveiket az orgánumkereskedelemmel. Tehát fölboncolják az embert élve, és viszik el a máját, lépét, szívét, stb. Ez az őrület, ami ott zajlik. Most ki gondolja azt, hogyha ide jön egy csomó kínai, hogy azok, ők nagyon jól tudják, hogy mi az ujgurok legközelebbi testvérei vagyunk. Tehát ki gondolja azt, hogy a Kína velünk szemben másképp fog viselkedni, hogyha itt egy olyan politikai életteret alakít ki magának, hogy intenzíven bele tud szólni a magyar politikába. Hát ugyanazt fogja velünk csinálni, mint az ujgurokkal. Az előző beszélgetésünkbe tettük fel azt a kérdést, ugye, hogy ez a kormány nemzetének vallja magát, csak még nem határozta meg a nemzetet, hogy melyik nemzetnek a kormány. De most már itt lenne az ideje, mert ugye a magyaré nem, az egész biztos. A kínaiaké, a zsidóké, a romáké, vagy nem tudom kinek a kormánya, ez a, mert hogy akármelyiket fel tudom tételezni Orbán Viktorról most már, de hogy nem a magyar nemzetnek a kormánya, az egész biztos. És ez a vége felé közeledve talán a visszatérő, nekem ez a kép, amit ott a Kossuth téren láttam, ez a kiábrándító és vérlázító kép, vagy a gyomrom összeszorult tőle, hogy kedves nézők, tényleg ideje lenne cselekedni, mert azzal, hogy azzal a csodavárással, meg vezérvárással, hogy majd akkor jön valaki, majd jön újból egy Mátyás király, vagy jön a Messiás, és akkor nekünk csak az a dolgunk, hogy akkor őt éltessük, és akkor hújogjunk neki, hogy nem félünk, nem félünk, nem, de féltek. Az a helyzet, hogy de féltek, csak nem merítek magatoknak sem bevallani. Ha nem féltek, akkor gyertek velünk és építsük fel azt az országot, amelyikben nem fordulhattak elő ilyenek, ahol nem ilyen
kollaboráns, pszichopata, Drábik János tessék meghallgatni, a világ urait irányító elitek a zöme, nem csak hogy pedofil, hanem a homoszexuális, pedofil, transzverzitát, minden ilyen eltérést a normalitástól. És az ő kezükben van minden hatalom. Hát akkor, kedveseim, mi éltetjük? Mi szavazunk rájuk, mi vásárolunk a boltjaikba, mi esszük meg az ő élelmiszereiket, mi megyünk el a cégeikbe dolgozni, hogy ők utána aztán majd azokkal a akár idézőjeles lőszerekkel is majd bennünket öljenek meg. És ez zajlik. Még egy érdekes dolog mondanék, ugye foglalkozunk egy kicsit a palesztinokkal is, hiszen ők is közeli rokonaink. Például Horváth István idejében Moldovát előtte Gázának hívták, írásban úgy van meg, Gáza. Uh-huh. Tehát ezek a rokonaink, és most azért akartam erről beszélni egy kicsit, mert elmondok egy történetet. Tehát ma már látjuk, hogy Netanyahu minden szava az ószövetségi mondatokból jön ki. Ugyanazt mondja, amit leírtak, hogy menj és írts ki, hogy írmagja ne maradjon. Gyilkolják a nőket, a gyerekeket, és most az történik, hogy szembe mennek az arab világgal, mert ugye az elpusztult izraeli templom, ami helyére épült az arab mecset, az Al-Aqsa mecset, Jeruzsálembe, most lehet, hogy ezt le akarják bontani, ugyanis hoztak Amerikába sikerült beszerezni Texas államból egy vörösűszőt, amit majd feláldoznak, megépítették egy hatalmas emelkedőt betonból, ami tetején föl fogják áldozni ezt az üszőt, mert azt írja Mózes a könyvébe, tehát megint az Ószövetséget idézi, tehát a hatalom, a pénzhatalom, ami ma uralja a világot és minden, az minden az Ószövetség áll mögötte, megépítették ezt, ahol majd fölviszik ezt az üszőt, és föl fogják áldozni, és ha ezt feláldozták, ez az indíték arra neki, hogy elkezdje építeni, lebontani a Al-Aqsa mecset, és elkezdeni építeni az izraeli templomot. Na most azért az arab világ 2 milliárd. Most meglátjuk, hogy mi lesz, hogy belemennek ebbe, de ezt már eljátszották, ott vannak a vörösűszők, láthattuk. Tudjátok, hogy a zsidók azok támadást követtek Szíriában a Irán nagykövetség ellen, és nem tudom, hány iráni embert öltek ott meg. Hát ezért nem tudom elképzelni Iránról, hogy ez teljes mértékben csak úgy nagyot nyelve ott hagyja az egész dolgot. Tehát folyamatosan provokálják, én hát szerintem benne van a Irán már ígért támadást, igen, napokon igen, belül igen. Még nem történt. De menjünk egy picit vissza az őstörténelembe, ugye most még ez nem a őstörténelembe, 2009-ben találtak egy agyaktáblát Jeruzsálemben, 3 méter mélységben, ahol a rovás írással van egy szöveg, és erről az írásról 2015-ben derült ki, akkor tudták megfejteni, hogy ez mai magyarul olvasható szöveg tábla. Tehát ezzel bebizonyosodott az a kánaáni nép, amit annak idején a zsidók ott kiirtottak, anyástól, gyerekestől, mindenestől, azok magyarul beszélő szkíta testvérek voltak. Ugye a következő menetben ott kipusztítottak egy népet, most kipusztítják a palesztinakat, közben költöznek nagy mennyiségben Magyarországra. Igen. Más sors vár ránk, hogyha ezt hagyjuk? Igen, mindig a kipusztítással járt. Ahol ők megjelentek, megment, mert az Ószövetség szerint mentek, mert az Ószövetségben az van leírva, hogy akit az Isten neked kijelöl népet, azt egy szálig pusztíts ki. Írmagja nem maradhat, semmi nem maradhat. És ez megy most is, tehát ezért meggondolandó befogadni a Kárpát-medencébe, mert akkor utána mi kerülünk a kiirtásra. De nem csak ez a lényeg ebbe, hanem a zsidóság saját magát is kiirtotta. Megint el kell mondanom, a genetikai vizsgálatok alapján, amikor kiderül, hogy a 16 millióból 1-2% eredeti zsidó, az azért van, mert kiirtotta a saját fajtáját. Érthető? Tehát Mózes is azzal kezdi, hogy fölmegy a hegyre, lehozza a kőtáblát, nem tetszik a törzse, 400 embert kinyírt, csecsemőket, gyerekeket, asszonyokat, mindenkit. Látom, és ez megy egészen is. Azért van 1-2% eredeti zsidó, akik tényleg testvéreink. A zsidóságnak most van egy lehetősége, hogy visszatérjen a Jézus Krisztusi hithez, a keresztény hithez. Hiszen ha marad ez a hit, amit a pénzvilág, a szabadkővesek, akik 2000 éve is már nevezhetjük őket nyugodtan szabadkőveseknek, hiszen ott voltak, Rómába például. Rómába a szabadkővesek uralták a bankokat, egy légió mögött is egy bank állt, és a keresztényeket üldözték, és írtották, és megfeszítették. Mert kik voltak ott? Mert ők voltak ott. És ezt csinálják a mai napig. Facsar Imre ezt nagyon szépen elmondja a tanulmányaiban, és minden, amit mond, az minden dokumentál valamilyen írással, hogy a Rómában gyakorlatilag a Talmudnak az elme, igen,
elméje uralta az országot. A pénzvilágú, a mammon. És az igazi mammon kereszténység az itt volt a Kárpát-merencében, még mielőtt itt nem vették át ezt a judeo mászt hozzá. Igen, letelt az időnk. Jó, akkor folytatjuk majd, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jó volt. Ez kicsit temperamentumosabban sikerült ez az adás, mint máskor. Én köszönöm a lehetőséget és a megtiszteltetést, hogy végre egyszer ebben a régóta folyó bűsorsorozatban az aktuál politikai kerekasztalba meghívást kaptam. És újra együtt. És újra együtt. Zolikám, én örülnék, hogyha ezt máskor is igénybe vennéd, mert ugye a aktuál politikai kerekasztal műsorának a kitalálója az sajnos meghalt most egy pár hete, tehát új emberekkel kell föltölteni a köreinket, úgyhogy én örülnék neki, hogy ezt esetleg rendszeresen is tényleg csinálhatnánk. Akkor köszönjük el is akkor. Majd megköszi. Na, kedves nézőink, köszönöm szépen, hogy megnéztek minket. Mindenkinek minden jót kívánok, és várom önöket a következő héten. Viszontlátásra. Isten áldjon mindenkit. Viszontlátásra.